A napirend elfogadása után elsőként a Kiskörösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület számára 160 ezer forint támogatás nyújtásáról döntöttek, majd módosították a város idei költségvetését. Harmadikként az önkormányzat tulajdonosi hatáskörét gyakorolta a Kom Kft. tekintetében, melyet Séfer Tamás irányít. Az ügyvezető megbízatása azonban december 31-én lejár. Domanyi László polgármester a Kom Kft. ügyvezetőjének a következő öt évre 2016. január 1-től 2020. december 31 ig ismét Séfer Tamást javasolta, aki feladatát változatlan feltételek mellett látja el. A testület egyetértett az előterjesztővel. Döntöttek arról is, hogy megszüntetik az önkormányzatnak a Raiffeisen ZRT-nél vezetett befektetési számláját, a rajta lévő összeget pedig a K&H Bank ZRT-nél lévő számlára utalják át. Jóvá hagyták az önkormányzat 2016. évi éves belső ellenőrzési tervét, és elfogadták a képviselőtestület 2016. évi munkatervét. Szerdán került a városatják elé a Kunság Média Nonprofit Kft. beszámolója a város 2015. évi közművelődési és kulturális életében végzett tevékenységéről, melyet a Petőfi Sándor Művelődési Központ 2016 évi programtervének elfogadása követett. A 9. napi rendi pontban módosítottánk a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum alapító kiratát, hiszen 2016 január elétől a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum intézmény egységeként létrejön a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum jános vitéz Lántogató Központja. Elfogadták a jövőévi rendezvényekről és városi ünnepségekről szóló határozat tervezetét, és döntöttek beszerzési eljárás lefolytatásáról, az állami és nemzeti ünnepek 2016. évi városi programjaihoz kapcsolódó rendezvényszervezési, kommunikációs és marketing feladatai ellátása érdekében. A strand és gyógyfürdő, valamint a Camping ingatlanhoz kapcsolódó vagyontárgyak térítésmentes átvétele ügyében is döntött a testület. A kiskörös és környéke mozgáskorlátozottak egyesületének újabb egy évre ingyenes használatba adja az önkormányzat a Batyány utca egy szám alatt található 57 négyzetméteres helyiséget. A Köröskom Kft. kérésére a piac fenntartói és üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó jogviszony ismételt meghosszabbítása is megtörtént újabb egyesztendőre. A folytatásban lakásbérbeadása és lakásbérleti szerződések meghosszabbítása ügyében döntött a testület, majd beszámoló hangzott el a képviselőtestület állandó bizottságai 2015. évi tevékenységéről. A testületi ülést ezúttal is interpellációk, kérdések, tájékoztatók, bejelentések zárták, majd az Adventi koszorú gyertyáinak meggyújtásával kívánt boldog karácsonyt és sikerekben bővelkedő új esztendőt mindenkinek Domonyi László polgármester.